Már az országot sújtó nagy szárazság véget érni látszik, a vízhiány nem enyhült, a terményárak folyamatosan emelkednek. A tavakon naponta 1-2 cm-es párolgással kell számolni, és egyre jelentősebb madárkár keletkezik a tavakban. Aki azt gondolja, hogy víz nélkül is van élet, igen, van, egy egészen másfajta élet. Az élet nem szűnik meg, csak átalakul. Most éppen afelé tartunk, hogy átalakul, és azt gondolom, hogy ha Magyarországon ebben nem intézkednek azok, akik erre hivatottak, és nem formáljuk át a szemléletünket, és nem mutogatunk másokra, akkor igazán nagy bajba kerülünk. Minden lehetőségünk megvan arra, hogy ezen a helyzeten, ha túl gyorsan nem is tudunk, de változtassunk. De ezzel már régen el kellett volna gondolkodnunk. Prioritások, mi az első, mit tudunk tenni gyorsan, mi a középtávú lehetőségünk, hogy gondolkodunk hosszú távon. A szakember még elmondta, hogy a tógazdasági haltermelés most jutott el a kritikus ponthoz, hiszen hosszú idő óta nem tudják elérni, hogy az ágazat legalább a mezőgazdasági termeléshez járó alaptámogatást megkapja nemzeti támogatásként. Ha pedig a következő időszakban sem tudnak megfelelő támogatási alapokat kiharcolni az ágazatnak, akkor lejtmenetbe kerül a magyarországi tógazdálkodás. Mi szerencsétlenségünkre volt már erről szó, az Európai Unió halászati alapjához tartozunk, ahol ezek a rendszerek nem működnek. Azt kell mondjam, hogy most kaptuk meg azt a lehetőséget. Vicsev asszony, aki itt volt nálunk egy hónappal ezelőtt Magyarországon, aki az Európai Nemzeti Bizottságának az elnöke, azt mondta, hogy az Európai Unió halászati alapja fordulhat a vidékfejlesztéshez, és azokat a területeket, amelyek a halászati alapban nincsenek meg, például a természetvédelmi károk, enyhítése, a Natura 2000-es területek elismerése, a védettségi státuszok valamilyen szintű dotálása, azokban mi is részesülhessünk, és ilyen lenne a kárenyhítési alap is. Ami a várható árakat illeti, Lévai Ferenc szerint jelentős drágulásra lehet számítani, a következő hónapokban 1800 és 2000 forint körül fog mozogni a hal kilója, és ennél már bizonyosan nem lesz olcsóbb.